Szeptember 3. hétvégéje a Kulturális Örökségek Napja, amit minden évben valamilyen motto is kísér, annak jegyében, hogy az épületek történelmi jellege egyfajta üzenetek is a múltból. Ezzel együtt pedig a helyi értékekre való figyelemfelhívás és annak ünneplése is a cél. Mint eddig minden esztendőben, úgy idén is csatlakozott ehhez az országos kezdeményezéshez a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A Kulturális Örökség Napja egy országos program, és én azt gondolom, hogy egy ilyen kiemelkedő műemlékként, történelmi emlékhelyként fontos, hogy kapcsolódjunk ehhez az országos programhoz. Ez nem most kezdődik, ez évek, évtizedek. Tehát amióta van Kulturális Örökség Napok sorozat, azóta Sárospatak mindig ott van, és ezt fontosnak érezzük, hiszen ilyenkor a műemlékekre irányul a figyelem, és Sárospatak jelképe mondhatjuk azt, hogy a Sárospataki vár, de talán az egész vidéknek fellengzősek vagyunk, vagy hát a Sárospataki vár és a Rákócziak öröksége összekapcsolódik, tehát sokak képzeletében megjelenik a Vörös Torony, megjelenik a Szubróza terem, a Bokályos ház. Hazánk 39. országként 2006-ban csatlakozott az európai méretű programhoz. Az a cél, hogy minél többen valóban ismerjék a Sárospataki várat egészében is és részleteiben is, és azért is fontos ez, hogy ezen a napon ingyenesen megtekinthető az épületegyüttes. Hát egy kicsit játékosan tanítunk, vagy megismertetjük jobban Sárospatakot, és ez is az, hogy mindig egy kicsit újítsunk, mindig más legyen. Ezen a hétvégén is több százan látogattak el a Rákóczi Múzeumba, illetve a Várkertbe.